Bár Tolnán már évek óta nagy figyelmet szentelnek arra, hogy az épületeken olyan energetikai korszerűsítéseket hajtsanak végre, amikkel olcsóbbá tudják tenni a működést, a jelenlegi megnövekedett energiaárak mellett további intézkedésekre van szükség. Mindenki előtt ismerte az energiaárak drasztikus megemelkedése, és sajnos szükségesek voltunk, és leszünk is még olyan takarékossági intézkedéseket ről dönteni, amik olcsóbbá teszik a város működését. Sajnos a több mint 10-szeresére emelkedett energiaárak tekintetében már csak megtakarító intézkedésekkel nem tudunk nagyon spórolást elérni, vagy legalábbis a kellő összegű hiányt pótolni. Az intézmények tekintetében egyébként 25%-os energiamegtakarítást irányoztunk elő. Ez minden intézmény vezető a saját hatáskörében dönt arról, nyilván a mi segítségünket, tehát nem engedjük el az intézményvezetők kezét, de ők döntik el tulajdonképpen ténylegesen, hogy ezt hogy hajtják végre. Például a polgármesteri hivatal munkarendje meg fog változni, tehát a pénteki munkanapot azt a hétfőtől csütörtökig terjedő napokon fogjuk ledolgozni, vagy fogják a dolgozók ledolgozni, és pénteken egy 2 órás otthon dolgozás, vagy egy home office lesz, és akkor gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy fűtési időszakban, ami hát gyakorlatilag már októberben elkezdődött, tehát már ez jelen pillanatban is így van, hogy hétfőtől csütörtökig dolgoznak a hivatalban, és péntektől így akkor egészen vasárnapig, vagy hétfő hajnalig nem kell fűteni az épületet. Ez egy jelentős megtakarítás. Illetve azokban az intézményekben, ahol nem idősek vagy gyerekek tartózkodnak, ott 20 fokra maximalizálják a hőmérsékletet. Ahol gyerekek és idősek vannak, ott maximum 22 fok. Tehát ott ez, azt gondoljuk, hogy azért az is nagyon fontos, hogy hiszen most már érezzük azt, hogy egyébként 20-21 fokban ülni sem kellemes egész nap is ott dolgozni, de azt gondolom, hogy ez szükséges ahhoz, hogy a városban gyakorlatilag tudjuk a számlákat fizetni. És akkor ne felejtsük el azt, hogy tekintettel arra, hogy ha csak 10-szeres, 11-szeres áremelkedéssel számolunk, akkor gyakorlatilag, hogyha a jelenlegi működési szinten akarnánk, vagy a jelenlegi pénzösszegért akarnánk vásárolni az energiát, akkor több mint 90%-kal kéne csökkenteni, ez nem lehetséges. Úgyhogy meg kell találnunk azokat a forrásokat, amiből a hiányzó összegeket a kötelező feladatok működéséhez hozzá tudjuk tenni. Jelen pillanatban ez folyik egyébként, tehát minden egyes intézményre vagy épületre intézkedést fogunk hozni, meg fogjuk emelni a bérleti díjakat. Azt gondolom, hogy eddig nagyon kedvezően tudták akár a civil egyesületek, akár a sportegyesületek, akár másfajta magánemberek is bérelni akár a csarnokokat, akár a magházat, vagy a civil házakat. Ez vélhetően meg fog szűnni, de erről a képviselő testület a későbbiekben fog dönteni. Mivel kulcsfontosságú döntéseket kell meghozniuk, a városvezetés felállította egy munkacsoportot, amelynek tagjai az önkormányzat bizottsági elnökei, a hivatalvezetők, jegyzőasszony és a 3 intézménynek az intézmény vezetője, a Terena Kft. Ügyvezetője, illetve a hivatal osztályvezetői, alpolgármester úr és én, úgyhogy éppen most tartjuk az első indító megbeszélést, és én azt szeretném, hogyha minden eshetőségre felkészülve több választási lehetőség is lenne, amiből majd a képviselő testület várhatóan október második felébe már konkrét döntéseket is tud hozni. Ezt készítjük elő jelen pillanatban. Nem könnyű, hogy esetleg létesítményeket, itt most főleg a kultúra tekintetében, mert ugye az nem kötelező feladat, vagy legalábbis csak egy része kötelező feladat. Tehát nyilván bölcsödét, óvodát,
Védőnőt nem tudunk bezárni. Tehát azt kell megnéznünk azokat az épületeket, ahol esetleg nem volna olyan tragikus, hogyha egy-egy épületben a fűtési szezonban nem folyna tevékenység. A polgármester elmondta, hogy abban az esetben, ha az előírt intézkedéseket minden intézményben maradéktalanul betartják, akkor is több mint 180 millió forint plusz kiadása lesz a városnak. Ezt a 170-180 millió forintot, és ezt úgy mondom, hogy vannak olyan nagyobb létesítmények, amire egyelőre nem kaptunk ajánlatot a szolgáltatótól, tehát nem tudjuk, hogy mennyire fogjuk ezeket a fűteni, értem itt a sportcsarnokokat, a pittypangóvodát például, vagy a lovardát, magházat. Tehát itt még nem is tudunk számolni semmivel. Amikor ezek a számítások történtek, akkor 1300 forint per köbméter árral számoltunk, és akkor egy 170 millió forint hiányzott körülbelül. Ez várhatóan ennél magasabb lesz. Ami még fontos egyébként az energia csökkentés szempontjából, a közvilágítás. Korábban döntött a képviselőtestület arról, hogy ledesre cseréli a jelenlegi közvilágítási lámpatesteket. Ezzel eleve egy 44%-os megtakarítás lesz egyébként a fogyasztásban. És most döntöttünk arról is, most még a tervezés fázisa folyik, és most van mód döntenünk arról, hogy esetleg még további fényforrásokat akár kiiktassunk, akár pedig a fényerejüket csökkentsük. A képviselőtestület arról döntött, hogy azon felül, hogy mindegyiket nyilván ledesre cseréljük, a éjjel, éjfél és hajnali 4 óra között egy 70%-ra való visszatekerést gyakorlatilag, ezeket a lámpatesteket már így fogják legyártani, tehát így egy további 10%-os megtakarítás érhető el, ami, hát ezek az árak mellett itt is ilyen 170 forint plusz áfa plusz rendszerhasználati díj 1 kilowattóra közvilágítás működtetése, tehát nagyon-nagyon sok pénzről beszélünk összességében, és mint ahogy a lakosoknak otthon a saját háztartásukban, ugye az önkormányzat is még egy sokkal drasztikusabb áremelkedést szenvedett el, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindannyiunknak belátással kell lennünk, és hát remélem, hogy túléljük ezt a várhatóan 1,5-2 évet. Ezek mellett más fontos döntések is születtek, többek között, hogy 1,5 millió forint értékben fognak fásítani a város különböző pontjain. Van egy munkacsoport, ami a Virágos, Tolnáért és Mözsért dolgozik, és ők tettek javaslatot arra, hogy hol történjen a fásítás. Erről majd nyilván a későbbiekben be fogunk számolni. Valamint az is örömteli, hogy illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat kért egy 2 millió forintos keretösszegű támogatást tőlünk azért, hogy a volt Mözsi napközi épületében egy alkotóházat alakítsanak ki. Nagyon fontos az, hogy a németség, a mözsi és a tolnai németségnek legyen egy otthona, és hogy nevezhetjük ezt alkotóháznak, vagy múzeumnak, vagy közösségi térnek, de ahhoz, hogy a német hagyományokat ápolni tudjuk, vagy tudják, ehhez kell egy hely, és akkor mi most ehhez egyelőre 2 millió forintos keretet biztosítottunk. És volt még egy döntés, ami részben örömteli, részben nem. Itt az önként vállalt egészségügyi feladatokról van szó. Sajnos kénytelenek voltunk megemelni ezeknek a díjait. Tehát ez azt jelenti, hogy az eddig 200 forintos vérvételt október 1-től 500 forintra emeltük, a fizioterápiát 1000 forint per alkalomra, és az életmód tanácsadást 500 forint per alkalomra. Továbbá a rendelet személyi határát a képviselőtestület kiterjesztette Fadra, illetve Fácánkertre is. Ennek értelmében utóbbi településekről is várják a betegeket a Tolnai Egészségházba.